Ha jól tudom, a MB3-as csapat magja megmaradt Veszprémben. Ezek alapján esetleg egy 100%-os bajnokságban reménykednek? Hát ezt azért nem mondanám, egy 6-8 játékos maradt a tavalyi keretből, az tavalyi MB3-as keretből, többségében fiatalok. A célunk az, hogy egy ütőképes jó csapatot kialakítsunk. A célunk az a bajnokságban, hogy megnyerjünk minden mérkőzést, és hát minden mérkőzésre úgy megyünk ki, hogy szeretnénk megnyerni, aztán majd a bajnokság végén kiderül, hogy ez mire volt elég. Konkurencia. Elég sok jelentkező van. Hát legnagyobb rivális a Balatonfüred, aki tegnap már sikerre vette az első akadályt. Mai meccset hogyan ítéli meg? Mert a Veszprém, amikor itt játszott a megye egybe, itt mindig szoros mérkőzést vívott a almádi csapatával. Hát gondolom ez így lesz ma is, úgyhogy én nem számítok könnyű mérkőzésre, de hát szerintem a bajnokságban nem lesz olyan, hogy könnyű mérkőzés. Minden mérkőzés egyforma lesz számunkra, nem lesz úgymond kiemelt mérkőzés, vagy nem kiemelt mérkőzés. Mi minden meccsnek úgy megyünk neki, hogy éppen aktuális ellenfelünk ellen a legjobb teljesítményt szeretnénk nyújtani. Ismét almádi mezben. Milyen érzéssel lép pályára a volt csapata ellen? Hát kavargó érzések vannak bennem, de próbálom ezeket félretenni. Jellemző volt Almádiban, hogy cselezett gólokat lőtt, ma lesz gól? Hát erre törekedek minden meccsen. Remélem, hogy lesz. Ebben lesz bizonyítási vágy is? Persze, mindenféleképpen bizonyítani szeretnék, mind az Almádinak, mind a volt csapatomnak is. Gyakorlatilag a MB3-ban elég sokat ült a kispadon. Nem volt az fárasztó? Hát de ezt mentálisan nagyon nehéz volt feldolgozni az embernek. Beszélgettem a Veszprém edzőjével, és a Veszprém csapata lehetőleg szeretne 100%-os bajnokságot nyerni. Mi erről a véleménye? Hát mivel nekem volt csapatom, én remélem, hogy a bajnokságot sikerül nekik megnyerni, de mi ma mindenféleképpen meg szeretnénk nehezíteni a dolgokat, és ha úgy akad, akkor pontot vagy pontokat itthon tartani. Thank you.
Come on!
Szerintem sokkal jobb, mert nem rajta mutatom.